Jó estét kívánok! Én Szuhai Botond vagyok, és ez itt a DK-s Szubjektív. Először szeretném megköszönni a rengeteg jó kívánságot. Gyorsabban gyógyultam, nagyon jól esett, köszönöm. Most pedig vágjunk bele, mert rengeteg témánk lesz. Mutatom a 30. adás tartalmát. Fizessenek a milliárdosok, a haza vigyáz rád. Szociáldemokrata kormány, Dobrev Klára kormány kell. Erős mondatokkal indította a politikai évadot a DK elnöke Gyurcsány Ferenc. Elemezzük az elhangzottakat. Kemény csörtével, bekapcsolva maradt mikrofonnal és Orbán Viktor magyarázkodásával indult a parlament őszi ülésszaka. Hozzuk a hét legfontosabb részleteit az országházból. Ez már nem cica harc, inkább háború. Orbán Viktor minden korábbinál keményebben esett neki a jegybanknak, miközben újabb lesújtó gazdasági adatok láttak napvilágot. Elemezzük a gazdasági helyzetet. Nem volt még elég? Újabb gyanús lélegeztetőgép biznisz a láthatáron. Megbeszéljük, hogy mit akarhat a Honvédelmi Minisztérium takargatni az új gépek beszerzésével. Végül pedig szikragyújtás. Palotás János érdekes kezdeményezés élére állt. Megvitatjuk, hogy mi lehet a célja a civileknek. Tartsanak ma is a DK Szubjektívvel, hiszen tudják, velünk mindig van mit nézni. Köszöntöm állandó szereplőinket, Kálmán Olgát. Sziasztok! És Gréci Zsoltot. Sziasztok! A DK Szubjektív eheti visszatérő vendégeivel már találkoztak többször is. Köszöntöm Kunce Gábort. És Palotás Jánost. Az elmúlt napokban, intenzív napokon van túl a hazai belpolitika. Foglalkozunk először Gyurcsány Ferenccel és az ő évadnyitó beszédével. Amikor azt mondom, hogy nincs mese, fizessenek a gazdagok, és vegyék tudomásul, hogy mi pedig vissza fogjuk venni az ország irányításának lehetőségét, jogát és hétköznapi gyakorlatát, akkor szó sincsen fenyegetésről. Figyelmeztetésről van szó, hogy hazafias kötelesség. Hazafias kötelesség hozzájárulni a haza üdvéhez, jólétéhez, és jobban kell annak hozzájárulni, akinek többje van. Ez a normális, azt kell nekik mondani, hogy megindító tud lenni a hazafias dal, de ez nem lesz elegendő. A hazafiság az nem hazafias dalok éneklése. Az valójában csak arra jó, hogy a keblet dagasztó bariton hangja elfedje a hazugság zörejét, és elfedje az ellopott forintok csörgését. Hazafias dalokból nem lesz hazafias politika. Legyen ez világos. Gyurcsány Ferenc egy markáns, karakteres szociáldemokrata fordulatról beszélt. Olga, téged kérdezlek, hogy miért lehet a szociáldemokrata a válasz a megfelelő a Fidesz politikájára? Hát mert homlok egyenes más csinálja. Más csinál a Fidesz, mint amire ennek az országnak, ennek a társadalomnak szüksége lenne. Amiről Gyurcsány Ferenc beszélt, és amiről a következő hónapokban nagyon sokat fognak még DK-s politikusok beszélni, azt nagyon, nagyon egyszerűen és nagyon képletesen lehet érzékeltetni, hogy miért van rá szükség, mit akarunk mi csinálni. Egész egyszerűen hosszú évtizedek alatt az Orbán kormány teljhatalmú 13, lassan 14 éve alatt, meg még inkább, valami olyan iszonyatosan nyílt szét az olló a társadalom kis része és nagyobbik része között. Nagyon sokan élnek nagyon rossz körülmények között, vagy éppen hogy meg tudnak élni, és a nagyon keveset pedig birtokolják az összvagyonnak egy nagyon nagy százalékát. És amikor azt mondtam, hogy nagyon képletesen, akkor gondoljatok bele abba, és mindenki gondolja bele abba, hogy válságok idején, és most azért volt erre példa, Covid válság, orosz-ukrán háború, nyersanyag piacnak az elszárása, az árak elszárása. Tehát minden, ami egy válság időszakában még jobban súlyosbítja a helyzetet, arra az Orbán kormány nem adott semmilyen választ, vagy olyan választ adott, ami ezt az ollót még jobban szétnyitotta. Tehát amikor még nagyobb segítség kellett volna azoknak, akik rosszul élnek, vagy rosszabbul élnek, akkor a válság idején is a nagyon gazdag rétege a társadalomnak még jobban tudott gazdagodni. Miközben nagyon sok ember került bajba. Na ennek szeretne a DK véget vetni. A szociáldemokrata fordulat az azt jelenti, hogy ennek az országnak erre van szüksége, és nagyon nem ezt tapasztalja.
Ebben a beszédben elhangzottak igen erős mondatok, szó szerint idézek, fizessenek a milliárdosok, illetve újra kell osztani az ország vagyonát. A nem DK-s vendégeinket kérdezem, hogy hogyan értékelik ezeket a mondatokat. János először. Meghallgattam Gyurcsány Ferencnek a beszédét, és a beszédnek a céljaival, döntő többségében egyetértek a céljaival. Tőlem távol állnak az ilyen típusú szlogenmondatok, tehát azt őszintén be kell vallanom, hogy annak egy olyan buzdító jellege van, amit a politikában lehet, hogy meg lehet érteni, ugyanakkor nagyon sok embert megbánt, és érdemtelenül megbánt, mert egyik oldalon van a céljában egy igazság, hogy a magyar társadalomnak a vagyona, az talán a társadalom tagjainak egy-két néhány százalékának a tulajdonában van, tehát a magyar összvagyon. És annak ráadásul az Orbáni 14 év után azt lehet mondani, hogy annak a 90%-a bűncselekményből származik. De azt a tizet nem kéne. Tehát egy ilyen általános mondat az engem egy picit zavar. Nemzetközi gazdasági szakértőként azért az a, és egyébként én támogatom, hogy van szociális, tehát szociáldemokrata program, és annak is lehet helye, tehát azért az alapvetően teljes mértékben egyetértek, amely fordulatot tud hozni a magyar társadalomba, de van néppárti jobboldali programot is lehet ugyanúgy megvalósítani, történelmi, gazdaságtörténeti sokaság van ebben a rendszerben. A lényeg azért az, hogy egyfajta becsületességgel, és amelyik az igazságosságot és az embert helyezi előtérbe, és még egy nagyon fontos, bármelyiket hajtják végre, tehát az egy jó szociáldemokrata fordulatot, vagy egy jobb, egy ilyen néppárti, jobboldali, jobbközép fordulatot hajtanak végre, hogy amikor a feladat van, akkor ne egy kis halastóból válasszák a szakembert, meg a megoldásokat. Tehát, hogy azt lehet látni, hogy igen, irányítja mondjuk egy szociáldemokrata kormány az országot, de amikor az egészségügyt meg kell oldani, akkor az legjobb egészségügyi szakembereket együttesen szólítsa meg, ne pedig mondjuk, akiről azt gondolja, hogy ő egy szociáldemokrata egészségügyi program. Ha ezt a kettőséget jól tudja kezelni, akkor ez szerintem nagyon jól tud mindenképpen működni. És egy utolsó mondat, én ehhez a témához nem akarok mással hozzászólni, hogy azért itt van egy sajátos helyzet, tehát van egy sajátos helyzet, hogy itt nem egy jobboldali program helyett van egy fordulatban egy szociáldemokrata program, egy bűnözői program helyett kell megfelelő programot találni. És Gábor, csak hogy kicsit konkretizáljuk itt a kérdést, ugye te egy liberális pártnak voltál a vezetője. Gyurcsány Ferenc pedig ugye védelmező hazáról beszélt, vigyázó hazáról. Ebben a kontextusban te hogyan vélekedsz? Nem ment el a hangom a kérdéstől, csak... Eddig olyan büszke lettem volna magam. Mondd, ami a szíveden, az a számom. Szóval nincs ilyen szembeállítás ebben az esetben. Ráadásul a liberálist azt annyian próbálták már a szájukra venni. Sose sikerült nekik egyébként a lényegét megragadni, de az arról szól, hogy mindenki a törvény előtt egyenlő, hogy a törvények uralkodnak, hogy még abba beleértjük a piacgazdaság megfelelő működését is, de azt is, hogyha az emberek a képességük szerint boldogulnak, és aki erre nem képes, azt a többi, akár az egyén, akár a társadalom segíti. Na most ezt azért mondtam el, mert egyetértek a Jánossal, itt ne beszéljünk ideológiákról. Ezek itt a közös pénzünket ellopták. Ebből lettek a milliárdosok. Szerintem a Gyurcsány erről beszélt, politikusként beszélt, ezért nem kezdte el magyarázni, hogy A milliárdos meg B milliárdos között mi a különbség. De minden esetre az világos, hogy azon, ami ma Magyarországon van, és ami volt az elmúlt 13 évben, és szemmel láthatóan folytatódik, változtatni kell. Emlékszünk, amikor bevezették az egy kulcsos adót? Akkor az azt jelentette, hogy az addig nulla kulccsal adózóknál felemelték 15 vagy 6 százalékra, azok rögtön sokkal többet fizettek, akik meg 38-al adóztak, azok 20 százalékkal kevesebbet. Emlékeznek, amikor nem emelték meg a családi pótlékot, ezzel szemben viszont a gyerektámogatást a jövedelemből, jövedelemadóból adták vissza, vagyis akinek
volt gyereke, de nem volt munkája, az nem kapott egy fillér támogatását. Akinek volt gyereke és jó magas jövedelme, az pedig jó nagy támogatást kapott. Na most ez ellen tényleg fel kell lépni. Az a fordulat, amiről Gyurcsány beszél, az persze annyit is jelent, hogy meglátta, hogy azon az oldalon eltűnt a valódi, igazi szociáldemokrata politika, program, amelyik világosan kiáll az emberek sokasága mellett, és ezt fordította ő át, és olyan a helyzet az országban, hogy igen, akiknek van, azoktól most át kell csoportosítani ezeket a pénzeket, mert ahol több százezer gyerek éhezik, és nem eszik háromszor naponta meleget, ott nagyon nagy baj van, az ellen csinálni kell valamit, úgyhogy ez rendben van nálam. Van itt egy mondat, amit egy kicsit ízlelgessünk, ugye ez a fizessenek a milliárdosok. Néhány embernek ez ismerősen csenghet, ugyanis 2017-ben Botka László is hasonló szlogent használt. Gazdagokat mondott. Na, akkor itt már is van egy magyarázat, de Zsolt, kíváncsi lennék a véleményedre, hogy mi a kettő szlogen között a különbség. Hát ugye mi nem szlogennek tekintjük ezt a mondást, hanem egy szociáldemokrata kormányprogram fő irányának tekintjük. Egyébként ezt a bizonyos programot Dobrev Klára el is kezdi bemutatni, először Budapesten, aztán pedig országszerte, de akik azt mondják, hogy na, akkor most a Gyurcsány azt mondja, hogy szociáldemokrata, hát amikor azt mondta évekkel ezelőtt, talán már 10 évvel ezelőtt is, hogy több lehetőség fent, vagy több felelősség fent, több lehetőség lent, akkor ez nagyjából ugyanezt az irányt jelentette. Egyébként pedig, ahogy tanult kollégáim mondták, valóban el kell különíteni egymástól azt, aki a saját tudásából, innovációból, ügyes üzleti érzékből, nemzetközi kapcsolatrendszerből, a saját eszéből lett milliárdos, és azt, akiről lehet pontosan tudni, hogy ezt lopással szerezte. Nem az a helyes megoldás a lopott pénzre, hogy megadóztatod, és ezzel segített tisztára mosni. Nem erről van szó, az egy büntetőjogi kategória, egy elszámoltatás jegyében, amit nyilván nem lehet megspórolni, ha valóban egy új rendszerváltásról beszélünk. A felelősség, a több felelősséget pedig nyilván azoktól szeretné majd a Dobrev Klára vezette kormány, akiknek tisztességes vagyona van, és ők maguk is úgy gondolják, remélhetőleg, hogy érdemes arra áldozni, hogy például ne legyen éhes gyerek az iskolában, hogy kevesebb szegény ember legyen, és így tovább, és így tovább. Van mire adakozni bőven. Hát nem távolodunk el itt a forró témáktól, ugyanis elkezdődött a parlamentnek az őszi ülésszaka. Fogunk majd Orbánról is beszélni, de először nézzünk körbe az ellenzéki térfélem. Mit láttok, milyen irányvonalak rajzolódnak ki itt az elkövetkezendő hónapokra? János? Én látok nagyon sok pozitívumot, és aztán majd az utolsó témánk lesz az témám, és ezt annak inkább annak kapcsán akarnám majd jobban kifejteni, de abban az irányban szeretnék egy picit többet határozottan látni, hogy lássam az ellenzéki politikai oldalakon annak a felfogását, hogy az én magam bemutatkozása az nagyon fontos. Tehát, hogy mutass be, hogy például a DK mutasson be egy szociáldemokrata fordulatnak az elképzelését, és hogy az hogyan közelíti meg, de hogy egyfajta egy társadalmi szerződésben, vagy valamiben az ellenzéki oldal érts, és van egy olyan elem, egy olyan szükséges és elégséges elem, amely azt bizonyítja be, hogy nem normális a jelenlegi társadalmi helyzet. Hogy amit az előbb fogalmaztam nekem, ez a határozott vélemény, egy bűnszervezet vezeti az országot. És hogy azt együtt kell megoldani. Tehát hogy az egy közösségi feladat. Tehát az abban, ami ahhoz kell. És hogy a kettőnek a párhuzamosságát azt nem tudom mindig mindenkinél elkülöníteni. És ahol nem tudom elkülöníteni, hogy értik, hogy van ez a kettőség. Tehát hogy amikor egy ellenzéki politikai erre elmondja, hogy ő arra koncentrál, hogy az aktuális problémákra adjon választ, akkor azért én mindig szívesen hozzátenném, hogy amikor ebben próbálkozik, egy normális demokratikus kormányzattal szembeni lobbizásnál az logikus. Ha az ember ott
egy pillanatnyilag egy bűnszervezet van, akkor azt nem fogja tudni ott elérni. Tehát, hogy az egészében... Meg nem, nevesítenie kell, és úgy, ahogy most a szociáldemokrata programban mondtátok, hogy én ezt így kezelném. És annak egy nagyon erős kritikája van, mert ha elmondom, hogy én így kezelném, és az Orbáni szervezet meg nem így csinálja, akkor azt úgy ott bemutattam rajta. De amikor csak azt mondja, hogy nem akarom, az egyéb dolgokkal most nem foglalkozom, mert a társadalomnak arra van szükség, hogy csak hogy az aktuálisra mutasson rá, ezt jobban el tudom mondani, nem akarom, egy szakszervezeti oldalnál. Egy szakszervezetnek lojális tárgyalást kell folytatnia a társadalom által megválasztott bármelyik kormánnyal, mert az egy normális, hogy az változik. És a tagjai között is van jobboldali, baloldali és szociáldemokrata, vagy esetleg egy ettől eltérő felfogás, ezért ott semleges szerepet kell betöltenie, és mindig az aktuálisnál lobbizni. Na de egy bűnszervezetnél nem lehet lobbizni. Tehát azt érteni kell, hogy akkor más a szerep, akkor minden tagjának akkor képviseli az érdekeit, hogyha azt mondja, hogy el kell érni, hogy más legyen a politikai vezetés. Volt itt egy konkrét felszólalás, ami egy kisebb port kavart, ez pedig Gelencsér Ferenchez kötődik. Ugye érdekes dolgokat mondott, és a mikrofon is bekapcsolva maradt. Megpróbálom megfelelően megfogalmazni a kérdést. Mennyire megbocsátható egy politikusnak, hogyha nem a szónoki erényei emelik ki a többiek közül? Olga, mit gondolsz erről? Hát ezt döntsék el azok, akik hallgatták, meg legfőképpen azok, akik a Momentummal szimpatizálnak, hogy hogyan értékelik az ilyen vagy ehhez hasonló pártelnöki frakcióvezetői felszólalást. Én annyit mondanék csak, hogy azért ez egy nehéz szakma. De ráadásul, hogyha valaki ilyen pozícióban van, akkor meg érezni kell a súlyát, hogy ez egy nehéz szakma. Beszélni szépen, tudni beszélni, igen, kell tanulni meg. Érted? Szóval, hogy meg kell tanulni szépen, érthetően beszélni, ez nem elvárás, hát ez alap. Úgyhogy ez nem volt egy, mindenki hallhat, hogy nem volt egy jól sikerült beszéd, de hát ezt majd ők kezelik aztán. Gábor, van valamilyen emléked, ami így humoros parlamenti pályafutásodból hasonló dolog? Hát egyrészt több ilyen volt, amikor bekapcsolva maradt a mikrofon. Én is jártam úgy egyébként. De is csúnya szavakat mondtam? Csak egy csúnyát mondtam. De igekötös szó volt. Gerencső, nem, K-val kezdőd. De Kálmán? Már akkor is ezt nekem emlegettél? Igen. Focsolváltam a fejem, és azt mondtam, hogy Kálmán Olga, Kálmán Olga. Felháborodtak le. Szóval Gerencső Ferenc ugye azt mondta, hogy hát ezt jól elbaktam. Ez szerintem kifinomult ízlésre volt, tehát azért nem kellene különösebben őt bántani. A mikrofon meg tényleg még egy darabig be van kapcsolva, és többen jártak úgy, hogy különböző káromkodásokat engedtek meg maguknak. Benne van a pakliba, utána az ember elnézést kér, és ez el van intézve. Gerencsér Ferenccel kapcsolatban azért még valamit mondanék. Orbán Viktor is nagyon rosszul beszélt kezdőként, hadart, rettenetesen. A Dajcs Tamás még most is, de... De ő nagyon tudatosan járt és megtanult. Ha megfigyelik egyszer a beszédeit, akkor vezényel magának, hogy nehogy elkezdjen sietni. Hát a Gerencsér Ferenc még ezelőtt a gyakorlat előtt van. De ez tanulható. És volt itt még egy érdekesség, hogy felkeltette többeknek a figyelmét az, hogy Orbán Viktor először nevezte nevén Gyurcsány Ferencet. Zsolt. Hosszú idő óta. Igen. Bocsánat, ezt kihagytam, tehát történelme során már nevezte, de... Igen, hát már 89-ben mondta, hogy egy ellenfél van a túloldalon, az a Gyurcsány nevű, mondta a fekete doboz felvételén. De ugye valóban érdekes volt, és egyébként most is észrevehető, hogy amikor tegnap kirakták az Orbán Viktor Fidesz Facebook oldalára, hogy kormányülés, és akkor fölé írták, hogy ne jöjjön vissza a Gyurcsány korszak. Hétfőn is azt mondta, hogy ne jöjjön vissza a Gyurcsány korszak. Ma tartottak valami nyugdíjügyi bejelentést, hogy ne jöjjön vissza a Gyurcsány korszak. Egyébként őt jelentettek be, mi sokkal többet adtunk, tehát most ez mindegy.
De egyébként valóban van egy ilyen érdekes tendencia. Én ebből arra következtetek, hogy a baj nagyobb, mint gondoltam, mert ha Orbán már nem csak a Sameszokon keresztül mondatja ki Gyurcsány Ferenc nevét, hanem ő neki is azt gondolja, hogy be kell szállnia ebbe a, hát enyhén szóval nevetséges összehasonlításba, akkor az számomra azt jelenti, hogy nagyobb a baj, mint gondolnánk. Egyébként pedig nyilvánvalóan senki nem gondolja, hogy a Gyurcsány korszak az vissza tud térni, nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni. Az, aki akkor született, az már vagy nagykorú, vagy éppen kijárja az általános iskolát. Sokaknak, ha azt mondod, hogy összedi beszéd, akkor nem is tudja, hogy miről beszélsz. Szóval ezzel az erővel a karlócai békéről is beszélhetnél, mert arról se tudja, hogy miről van szó. Egyébként pedig hát nem akkor volt világbajnok, vagy világbajnok áfa, nem akkor volt Európa rekord infláció, olcsó volt a benzin, nem volt ekkora tandíj az egyetemeken, akkor épültek a szélerőművek. Azt mondták, hogyha 300 fölé megy az ára, akkor mondja le akkor. Így, igen. Most éppen a 700 fölött van már autópályákon, úgyhogy azért... 500-nak is örülnénk. És egyébként nagyon érdekes, ezt még gyorsan elmesélem nektek, hogy azt hiszem tegnap a Hír TV kirakott egy, szintén a Facebook oldalára egy ilyen képet, hogy szavazzanak az emberek, hogy akarják-e vissza a Gyurcsány kormányt. A Hír TV fizetett hirdetésben. Alatta 70% igen. Én csak egy nagyon rövid mondatot hagyd tegyek hozzá, hogy szerintem, hogyha valaki, ráadásul egy ilyen baj, gond, halmaz tetején, mint infláció, elszabadult árak, élelmiszertől a rezsin át, a tankolás költségén át. Ilyen baj halmaz tetején még mindig 13 év kormányzás után is a 14-15 évvel ezelőtti miniszterelnökre mutogat, szerintem az már önmagában is szegénységi bizonyítvány. János, még volna. Nagyon rövid kis történelmi tény. 1994-ben ott volt a választási kampányban, tehát a látszott, és ugye ott Boros Péter vezette, tehát Antal József halála után, Boros Péter vezette MDF-nek tényleg nagyjából semmit nem sikerült akkor megoldani, és elég nagy volt ennek megfelelő a társadalmi elégedetlenség. Akkor arról szóltam, hogy a Demokrata Fórumnak akkori egész kampánya nagyon komolyan, hogy mi rosszak vagyunk, nem jól csináltuk, de azért szavazzanak ránk, mert különben visszajönnek a szocialisták. Ezek után minden idők legnagyobb győzelmét ereszték az MSZP, mert a Boros Péter kijelölte, hogy ha engem nem akarsz, kit akarjál. De egyébként ugye abban a beszédben Orbán, amikor viszont válaszolt, azt mondta, hogy tiszteli Gyurcsány Ferencet, hogy ilyen határozottan kiállt a felesége mellett, aki ugye a árnyék kormány miniszterelnöke, és akkor megpróbálta átsűrni, hogy tehát ez akkor ugyanaz tulajdonképpen. És ugye azóta hívják Dobrev Kárát Gyurcsány nénak, amióta az árnyék kormány miniszterelnök, illetve még az előválasztásban miniszterelnök jelöltként lépett föl, de ez se új, meg az se, amit mondasz. Hát Orbán mond egy mondatot, és attól kezdve ugyanazt minden Samesz elmondja minden nap kétszer. És ha az Orbán Viktor lenne a DK miniszterelnök jelöltje, akkor ő lenne a Gyurcsány né. És ez lenne az igazi nem váltó műtét, ugye bár ott az orra. Rögtön a Mária Terézia, Petőfiből Mária az Terézia. Rossz, igen. Igen. Most pedig fél időnél tartunk, Orbánnal folytatjuk a fél idő után, és nézzük meg, hogy mi vár ránk a folytatáson. Orbán Viktor kihívta a hóra a jegybank elnökét, a miniszterelnök minden korábbinál keményebben esett neki az MNB-nek, miközben újabb lesújtó gazdasági adatok láttak napvilágot. Elemezzük a gazdasági helyzetet. Sose lesz elég, újabb, gyanús, indokolatlan, lélegeztetőgép biznisz a láthatáron. Megbeszéljük, hogy mit akarhat a Honvédelmi Minisztérium takargatni az új gépek beszerzésével. Végül pedig szikragyújtás. Palotás János érdekes kezdeményezés élére állt. Megvitatjuk, hogy mi lehet a célja a civileknek. Tartsanak továbbra is a DK szubjektívvel, hiszen tudják, velünk most is van mit nézni. Maradjunk ott, ahol voltunk Orbánnál és a parlamentben. Beszéljünk arról, hogy egyre nyilvánvalóbb a konfliktus itt a jegybank és a kormány között. Nézzünk meg egy rövid részletet a miniszterelnök beszédéből, és akkor utána kibontjuk. A kormány célja, hogy az év végére az infláció mértéke egy számjegyű,
10% alatti legyen. Ez újszerű, hiszen inflációs célja nem a kormányoknak szokott lenni, hanem a jegybankoknak. Azonban az energiaárak és a brüsszeli szankciók olyan mértékűvé emelték az inflációt Magyarországon, hogy azzal a jegybank nem tud megbirkózni. Ezért a kormány átvette az infláció elleni küzdelem feladatát és felelősségét, saját vállalást tettünk és saját eszközöket vetettünk be. Az indokolatlan áremeléseket alkalmazó multinacionális kereskedelmi vállalatok megfékezése érdekében online árfigyelő rendszert vezettünk be, és kötelező árcsökkentő akciókat rendeltünk el. A tervünk működik, szeptemberben 12% körüli, évvégig biztosan 10% alatti lesz az infláció. Meddig fajulhat ez a konfliktus? Ennyit tudok kérdezni. Az nagyon vicces, amikor jobb kéz jó nagy taslát lekever a másiknak, aztán ő meg a bal kézzel, mert ugye a jobb kezétől kapta, elkezdi visszapofozni. Szóval most ez szerintem valamilyen kitalált komédia lehet. Tehát most egymásra kenik a bajt, minthogy cselekednének, és valós megoldási cselekvési tervvel. Eredetileg a szabály az volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank a nyereségét befizeti a költségvetésbe, a veszteségét pedig állja a költségvetés. Ezt ők megváltoztatták, amikor több 100 milliárd forint nyeresége volt a jegybanknak, egyetemet alapított, üdülőt épített, műkincseket kezdett el vásárolni, és akkor azt mondták, hát ez a persze, hát ez a legtermészetesebb, jól dolgozott a jegybank. Most, amikor óriási veszteségei vannak, akkor pedig rájött a kormány, hogy gáz van, mert ha, amit Orbán mondott, hogy neki kellene helytállnia, akkor az összeomlana a költségvetés, mert a hiány, amit az idén sikerült összehozni, 1500-2000 milliárd forint körül van. Mármint a jegybank és hiánya. A jegybank hiánya, és amikor ugye eljátsza, hogy mi ki menekítjük innen, akkor valójában saját magukat menekítette meg, és hozott egy törvényt, hogy 5 év alatt kell valahogy majd visszafizetni. De az infláció a kormány tevékenységének a következménye. Ezt lehet itt kamuzni a mindennel, amit az Orbán Viktor elmondott, csak én már azért se ismétlem meg, de minden esetre ez az ő gazdaságpolitikájuk következménye, ebben Matilcsinak igaza van. A baj az, hogy amikor a miniszterelnök meg a jegybankelnök egymásnak rontanak, abban a pillanatban a befektető elbizonytalanodik, a forint elkezd majd gyengülni. És amikor a Kocsis Máté meg azt mondja, hogy a pénzügyminiszter a magánvéleményét De megint ceterum censeo, nem tudnak kormányozni. Az elmúlt 13 évben mondjanak nekem egy olyan területet, és akkor azzal én mindjárt helyet is cserélek, ami jobban működik, mint elmúlt 13 évvel ezelőtt, hatékonyabban az ország javára, az emberek boldogulására. Egyetlen egyet mondjanak. Nincs stadionépítés. Nincs. Na de az emberek boldogulása. Én csak ott olyan boldogok az emberek, az a 5-6, aki ott van. Különösen a focisták milyen boldogok lehetnek ott. Én folytatnám azt, amit a Gábor mondott, mindenben egy, mondjuk maradjuk inkább abban, vagy mindenben egyetértek vele. Az tényleg az összegző mondat, ami több adásnyi időt igényelne a kifejtésében, hogy ennek a kormánynak a társadalom érdekében nincs gazdaságpolitikája, és nem is volt. Tehát ez egy összegző, amit egyébként lehet bizonyítani. Jellemzően sok lépés azonban magyarázható, és elnézést, hogy ideugrom vissza, de ez fontos, hogy a kormányzást egy bűnszervezet vezeti, amelynek vannak érdekei, tehát ami nem társadalmi érdek, hanem vannak érdekei. Ma már egyébként köztudott tény, ha úgy tetszik, bizonyított tény is, tehát lehet, hogy több ezer milliárd közbeszerzések túlárazásából lévő pénz van kint külföldön a NERV.
És ezzel a tőzsdéken játszik, a magyar tőzsdén lehet játszani, mert az kicsi. Tehát ha több ezer milliárddal a német tőzsdét nem lehet megmozdítani, több ezer milliárd forintnak megfelelővel. Több ezer milliárddal a magyar forinttal is lehet játszani. Azért nem vagyunk az eurozónában, amikor bemehetünk volna, mert avval nem tudna játszani. A forinttal tud játszani. És én ismerem, mert azért nem a miniszterelnöki beszéddel, hanem előtte a közgazdaságvárógyűlésen a Varga Mihály és Matolcsi beszédével indult ez a dolog. Mind a kettőnek a szakmai tudásáról én feltételezem, szerintem biztos vagyok benne, hogy pontosan tudja, hogy ha ő elmondanak egy ilyen kritikai elemet, csak külön-külön bármelyik, akkor be fog zuhanni a magyar tőzsde és a forint. Ha a másik is elmond, akkor még inkább be fog zonalni. Arra gondolsz, hogy sortoltak a fiúk? Egész biztos vagyok benne. Tehát egész biztos vagyok benne, hogy a kettő együtt, ők mind a ketten képzeznek, hogy ha ezt ők egy hirtelen, egy közgazdász várdógyűlésen bejelentik, akkor egy váratlan fordulat, egy váratlan fordulat fog bekövetkezni. És ezt lehet látni, ha valaki nézi, az OTP-n is így van, tehát ha valaki nézi a forintnak egy éven belüli 3-4-szeri nagyon indokolatlan és mindig meglepetésszerű ki- és belengését. Tehát, hogy fölment, aztán megerősödött 370-re, aztán fölment 400 környékére, abból lehet látni, hogy folyamatosan külföldről játszanak a forinttal és a tőzsdére. Most egyébként ez még nem annyira publikus, a tőzsde felvásárlása van a NER napi rendjén, hogy a tőzsdének is egyértelmű ura legyenek, ugye a forintnak igen, mert a jegybankon keresztül az urai. És ezen valami iszonyatosan sok pénzt keresnek. Istenem, csak Kósa Lajos meg ne hívják erre a közgazdász forróra. Vége. Hát és a csengeri örökösnő majd elköltik. De nekik csak ennyire van csak szükségük, mert amikor az van, hogy átváltották a forintot, amikor éppen erős lehet, felerősödött, átváltották a forintot devizára, akkor már devizájuk van. Akkor arra van szükségük, hogy a forint gyengüljön, és ez egy Kósa Lajos kell mondjuk a közgazdászvándorgyűlésen. De most a parlamenti űrcsoportnak lett a tagja. De vagy a Varga Mihálynak kell a vándorgyűlésen összeveszni a jegybank elnökkel. Mert ha Varga Mihály a jegybank elnökkel összeveszik, akkor be fog zuhanni, és akkor azért a felvásárolt devizáért utána sokkal több forintot fognak tenni, és amikor megint forintjuk van, akkor erősíteni kell engedni. Ezt tök könnyen meg tudják csinálni bármelyik nap, hiszen gazdasági területű miniszter, mint égen a csillag, annyi van a kormányban. Vagy hat darab van ilyen miniszter. Szociális ügyekhez sokkal kevesebbeknek van. Így van, tudással rendelkező egy sincs benne, de ezt egyik oda. Két személy van, akinek van valamilyen közgazdasági képessége, Varga Mihály ért hozzá, ezért mondtam, hogy én szerintem ez egy tudatos lépés, és Matolcsy Zsönnek is van egy közgazdasági olvasottsága, tudományos kutatása, csak neki fejlővése is van, tehát a kettő. Mési megpróbált, szerintem Varga Mihály megpróbált takarítani a NER környékén. Igen, mert valamikor én egyébként minden egy rendes embernek született, mint majdnem mindenki. Hát én nem tudom, azért az Orbán kormányban... Azt elveszítette, de nem még megmaradt az a 30 éveti szarvasi országgyűlési képviselő. Nem, egyértelműen egyébként ért hozzá, és egyébként a korrupcióval legkevésbé az orbáni rendszeren belül őt lehet szerintem úgy állátásba tenni. Hát igen, de akkor nagyon ügyes, és a nemzetszínész ebben a szempontból. Igen, Gábor, hallgassuk meg, de az előtte én meg kell jegyezni, hogy abban, amit felvázoltatok, olyan film lesz majd, egy 15-20 év múlva. Ugye volt a Wall Street farkasa, akkor ez a budapesti értéktős, de az hol van helyileg? Akkor most megnézem, Krisztina Körút farkasa mondjuk egy ilyen címben. Ami ilyen ütős, tehát jól cseng. Igen, bocsánat, Gábor szóval. Nem, de visszatérhetünk az eredeti kérdésre, hogy és hol van ebben az ország érdeke? És hol van ebben az emberek érdeke? És ugye állandóan mindenki jön azzal, hogy és a kormány a közjó érdeke. Hol a közjó érdeke? Meg hogy ugyan lopnak, de tudnak kormányozni. De, igen, ugye meg az is még az első Orbán kormány alatt az ment, hogy nem baj, a kommunistáktól lopják el. De most már a kommunistákat is ellopták a kommunistáktól. Hát nézzük meg. Hogy most már még az Unióban viszonylag kevés a kommunista, akikkel lopnak. De tényleg így van. Nincs benne akkor minden az ország ponton érdeke. Beteg az egész, és itt is látszik egyébként, hogy már nincs egyeztetve a kormányon belül se. Azt mondja Varga is, hogy megszorításokra van szükség.
mire a frakcióvezető közli, hogy na hát aztán azt mi nem szavazzuk meg. Majd a miniszterelnök közli, hogy hát nem is mi vagyunk a hunyók, hanem ez a Matolcsi itt a jobb kezem, ez verte ki a biztosítékot. De tényleg így van, hogy egyszerűen ugrásról ugrásra működik a dolog. Volt ez a kormány rendelet ugye lévén rendkívüli időszak, hogy a környezetszennyezőnek nem kell büntetést fizetni. Oltári fölháborodás lett, erre azt mondták, ja bocs, ez csak a vaskóházati üzemekre vonatkozik, csak elfelejtettük beleírni a törvényt. Minden így történik. Igen, de lenne konkrét kérdésem is hozzá. Igen. Szóval a következő gazdasági nehézségek, amiből azért nyilván lesz még, milyen hatással lehetnek a Fidesz támogatottságára? Hát ugye gyakran bemennek elemzők mindenféle tévékbe, meg nyilatkoznak a neten, és azt mondják, hogy a Fidesz támogatottsága az milyen stabil. Szeretném jelezni, hogy ha a közvélemény kutatóknak igaza van, akkor a Fidesz közel 1 millió szavazót vesztett az elmúlt másfél évben. Tehát 2022. áprilisában Márki-Zay Péter csúcsra járatta a Fidesz szavazótáborát, nem kiábrándította őket, hanem beábrándította, és akkor minden rekordot megdöntött, de azóta nagyjából mostan 2.400.000-nél van, ha igazak ezek a kutatások, a Fidesz támogatottsága. Kunce Gáborra nézek, ő pontosan emlékszik, hogy 2.400.000 környékén a Fideszt meg lehetett verni. Az MSZP meg az általad vezetett SZDSZ kétszer is le tudta győzni Orbán Viktort 2002-ben és 2006-ban. Most tart a Fidesz körülbelül ennél a 2.400.000-nél, mondom még egyszer, ha igazak ezek a közvéleménykutatások. És szerintem a következő egy évben, jövő júniusig az EP és önkormányzati választásig az ország helyzete nem jobb lesz, hanem szerintem rosszabb. Ha az uniós pénzek nem jönnek, akkor pedig pláne. És itt három pontot teszek a mondat végére. Másik választási rendszer volt ugye két forduló, és két forduló között lehetett egyeztetni, ott különböző mozgások voltak, ne felejtsd el, most viszont direkt ezért lett átírva a választási törvény. Mondjuk ez igaz, hogy a győztes mindent visz, igen. Ez igaz. Igen. De most van 18 ellenzéki párt, ebből 5-6-nak nincs annyi tagja, hányan itt ülnek a stúdióban. Nem szkander eldől el, hanem választással, mert a 18 ellenzéki jobbkéz az aztán erősebb lenne, mint a miniszterelnök jobbkéze. Nem csak az ellenzéki pártokból, hanem a lélegeztető gépekből sincs elég az országban, úgy tűnik, ugyanis ez a hét egyik legfelkavaróbb híre, hogy a Honvédség kiírt egy rövid távú, vagy mi ez rövid, rövididős, mi erre a megfelelő kifejezés? Rövid határidős közbeszerzést. Amikor ezt olvastam, miközben 16 000 lélegeztetőgép rohad a raktárakban, egyetlen egy rövid és felős kérdés fogalmazódott meg bennem. Mi van? Mi? Hát mert az egész ország lélegeztetőgépen vagy gyerekek, hát erről van szó. És a raktárakban rohad 16 000. Így. Közbeszerzés. Ez más. Ez más. Értsék már meg az Istenszere. Van. Gyalogsági lélegeztetőgép, páncélos lélegeztető, külön van a tábornoki karnak egy lélegeztetőgép, azt hátulról dugják be. Szóval egyszerűen, de ennél könnyebbet is tudok ám mondani. A lélegeztetőgép beszerzés 300 milliárd forintba került, a kivett osztalékok alapján körülbelül 40-45 milliárd forintot vágtak zsebre azok, akik bonyolították, meg akik kiadták nekik az engedélyt, hogy akkor most ti bonyolítsátok. Ez egy újabb, több 10 milliárdos lopásnak néz ki, így innen nézve. A rövid határidő meg azért van, hogy senki másnak ne legyen lehetősége felkészülni. Csak annak az egynek, akit már kiszemeltek maguknak. Így működik az ország. És ez a dolog bizonyítja azt, hogy használhatatlanak voltak a korábbiak, mondjuk? De hát ugye volt valamilyen röpke, kurta, furcsa válasz a valamelyik kormányzati illetékesnek, hogy ott más lélegeztetőgép kell. Miért? Tehát, hogyha volt benne horkolásgátló, szerintem bármelyik feleség felvásárolná. Bevásároltunk többnyire használhatatlan lélegeztetőgépekből, aztán ügyesen a dokumentációját ugye megsemmisítette a minisztérium, közpénzből ott állnak egy
nyilván fontos embertől bérelt raktárban, meg már ajándékoztunk is el azokból, és most megint veszünk, mert a honvédségnek valami más, tehát hogyha katona, tehát egy, ha egy katona szorul gépi lélegeztetésre, az azért kell megvenni a másikat, mert azok azt mondták, hogy használhatatlanok. Ja, tehát ez maga a beismerés, olyan... amivel használhatatlan a lélegeztető gép, ezért az marad a raktárban, venni kell másikat. Azt mondták, hogy a katonáknak másra van szüksége. Hát szerintem fulladozni egyféleképpen lehet, nem? Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy ez terepmintás, nem veszik észre távolra. Milyen terepmintás? Lehetséges. Nem tudom. Jó, és a DK az ugye... Ez NATO kompatibilis. Bolyó álló. Vagy valami szerződés. Ez még lehet. De ugye a DK az megpróbál többet megtudni annak idején itt a lélegeztetőgép beszerzésről, de egy csomó akadályba ütköztek. Mik voltak ezek? Mint mindennél. Hát emlékeztek, számtalanszor elmondtam már a teszteknek, a Covid-teszteknek jártam utána. Nem adták ki, illetve kiadták a részadatokat, aztán utána azt mondták, és tényleg ez a szabály, hogyha egy témában, ezt már elmeséltem itt, adatigénylést nyújtasz be, akkor azt még egyszer ugyanazt a témát nem igény, a témában nem igényelhetsz. Tehát, hogyha ők csak egy részválaszt adnak, akkor te többször nem kérdezhetsz. És akkor utána a bírósághoz kell menni, a bíróság majd egyszer kitűzi, és tehát én is bíróság útján pereltem ki azt, hogy egy raktárban szó szerint rohadtak meg azok a Covid-tesztek, amit megvettek a költségvetési pénzből, mi pedig fizettük abban az időben még a 30-40 ezer forintokat egy tesztre. És a végén pedig meg is semmisítették, mielőtt megláttuk, vagy megtekinthettük volna, hogy egyáltalán léteztek-e valaha ezek a Covid-tesztek. És ugyanígy jártunk a lélegeztetőgépekkel is. Tehát ott is állandóan pereskedni kellett. Mennyiért, honnan vettük, kiktől vettük, hol vannak, miért nem használjuk, egyszerűen adatigényléssel úgy trükköznek, ahogy akarnak. Ráadásul ez is ilyen veszélyhelyzeti kormányzás által, vagy idejében hozott Orbáné trükk volt, hogy ebben a hihetetlen veszélyhelyzetben, amiben élünk már nagyon régóta. Amiben atlétikai VB-t rendelünk. VB-t lehet sem, meg mindent, de lehet ugye egy személyben kormányozni is, nem mintha enélkül nem ezt csinálná az Orbán. Szóval így még az adatigénylést is megnehezítették. Heti utolsó témánk pedig pont Palotás Jánosnak a rendezvénye, a szikragyújtó rendezvény, és az lenne az első kérdésem, hogy miről szólt ez? Meséld el, légy szíves. Hát megpróbálom rövide összefogni, sose sikerült, de most megpróbálom a részben. De nagyon fontos volt, hogy ugye van egy, a Palotás szubjektinek azért van egy 70 ezres követői tábor, aminek egy nagyon lényeges elem, tehát ezt szeretném elmondani, hogy miután én magam nagyon megtisztelve érzem, hogy itt lehetek vendégként, de nem kötődöm ebben, tehát nincs egy szoros egyetleni kötődésem valamelyik parlamenten belüli vagy kívüli politikai párthoz, se szakszervezethez, se szakértőként élem a világomat, tehát hogy ebben a megközelítésben, ezért ez a 70 ezres közösségnek az összetétele, az nagyon jól reprezentálja a magyar ellenzéki társadalmat. Egy 70 ezeres szám az nagyon meg tudja közelíteni, hogy abban ugyanúgy vannak demokratikus koalíciónak támogatói, vagy Márki Zaj Péteri, vagy kisgazdáki, vagy jobbikosok, vagy pedagógusok, egészségügyiek, vagy civil mozgalmak, mondjuk a civil bázishoz. Én azt mondtam, és ugye ez az, amit az elején, az első alkalommal el kellett mondanod az elején, hogy vendégként nagyon szívesen vagyok itt, mert ez az eltökélt szándékom, vagy ez az eltökélt elvem, hogy az Orbáni rendszer leváltásához már megvan az elégséges társadalmi akarat, csak nem együttesen jelenik meg. És a civil mozgalmak azt mondják egyes pártok, mert múltkor is beszéltünk róla, hogy amikor én tiltakozom, ott a pártok ne jelenjenek meg, a politikai pártok, amikor megszervezik az előválasztást, akkor nem a pártagok közül, a civil szférából nem nagyon engedjük be, nem kellenek hozzá, mert hogy nem őnekik ez nincs közük, ez csak együttesen működik, szerintem. Tehát ez az én konoke. És azt mondtam, hogy mintha nagyon sokszor a heti beszélgetésen fölvetették az ennek, hogy jogilag mit kellene lépni. És akkor azt mondtam, hogy én tudom, mert a 2020, tehát hogy tudok egyet, egy nagyon fontos elemet, ami a Orbáni rendszer, mondjuk ha az legyen egy négy lábon álló széknek, az egyik lába, ha az kipöckölöd, eldől a szék. Tehát egy nagyon fontos elem. Ez pedig a média, az emberek tudatának a tudatos
ezer és ezer milliárd forint ráfordítása lévő megtévesztése. Ez az Orbán rendszer nagyon fontos része. És hogyha ott meg tudom törni ezt a monopóliumát, és azt mondani, hogy na, 2024-ben úgy mehessenek az emberek mondjuk az EP választásra, európai parlamenti választásra választani, hogy előtte felismerhették a saját érdekeiket, tehát nem tudta eltorzítani az Orbáni rendszer, akkor az a szabad választás. És ez nem egy állítás, hanem ez a jogban és a tudományban fennálló állítás, tehát ez egy valóság. És hogy ezt meg kell tenni. Mindig kéne segíteni az Európai Unió intézményrendszerének, mert a magyar intézményrendszer nem tud segíteni, mert Orbáni kinevezettek. Tehát megvan a médiahatóság, megvan a választási szervezet, megvannak a bíróságok, a kúria, de olyan mértékben az alkotmánybíróság, de olyan mértékben megvan szállva, tehát voltak éppen egy propaganda szervezete, vagy ilyen szatellit szervezete az Orbáni rendszer, ők nem segítenek. De az Unió nem ilyen. Magáról az eseménnyel kapcsolatban, hogy Olga állítólag te ott voltál, többen látni véltek. De aztán meg azt mondják, hogy mégse voltál ott. Na, mi az igazság? Már én sem tudom. Igen. Na, egyébként ott volt. De mindjárt megmondom, hogy volt ott. De mindjárt megmondom, hogy ott volt ott. Tehát az egész évet megmondom, hogy volt ott. De ugye az is volt egy dolog, hogy úgyse fognak leülni, tehát hogy úgyse fognak a civil szervezetek egyszerre eljönni, nem jön el ezer ember, mondták, és nem lesz, hogy nem lesznek ott a politikai pártok. Jelzem, mindenki megnézheti az oldalon, ott volt az ezer ember. Tehát hogy ott volt, és valami ezeren voltak. Ott voltak a parlamenti és parlamenten kívüli pártok is döntő többségében. Olga például úgy volt ott, hogy visszaigazolta, hogy el fog jönni, de mint ahogy elmondta, 3 órán keresztül, tehát ugye 3 órát csúszott a parlament, és hogy nem tud ott lenni. De nekem dokumentumom van róla, hogy még az adás alatt írta nekem, hogy odafigyelt, hogy figyelte, amit csinálok, az adás után éjjel, pedig az, hogy megnéztem belőle lényeges elemeket, és János, nagy dologba vágtál bele, tehát nagy fákba vágtál a felszínt. Azt mondta, amit az előbb nekem mondta. Nem ért rá, őt is meg hívtam. Várja, bocs. Én ma délelőtt voltam ott, mert ma néztem meg. Rendben, ez volt a végszó. De még a Zsolt véleményét meghallgatjuk. Az én véleményem az, hogyha az ország sorsa nem fordul jobbra annál, mint ami, hogy most van, már pedig erre azért van esély, akkor, és mondjuk a DK-nak a 2019-es 500 000 szavazójából lenne mondjuk 800 ezer, és kiderülne, hogy melyik párt mennyit ér, és mekkora a súlya, akkor nem szeretném, ha az Európai Parlament megszüntetné a választás eredményét. Hát akkor nem szüntetné meg, mert nem erről szól akkor, ez a szabály. Igen, csak éppen nem voltál ott, bár meghívtam. 8-szor küldtem neked SMS-t, hogy válaszolj már végre. János, én holnap leszek ott, és holnap megnézem. Ha ott lettél volna, megnézted, akkor értetted volna, hogy úgy működik a választási rendszer, úgy működik, hogy aki mellett eltorzítják a választást, az esik ki, és helyére belépnek azok a sorban azok, akik a szabályoknak megfelelően kampányoltak. Hajrá, DK! És ebben ez volt a dologban, hogy azt szeretném elérni, hogy szóval egyetlen egy Fideszes és KDNP-s képviselőse legyen a parlamentben. Így, az még a jó. Ez volt a jó végszó. Igen, ez volt a tökéletes. Tehát ez volt a DK Szubjektív 30. adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Jövő héten ugyanitt ugyanekkor találkozunk, és vasárnap este 6-kor pedig hosszú szünet után újra itt van a DK kulissza is. Egy rövid beharangozóval búcsúzunk el, további szép napot kívánok, viszontlátásra! Jó reggelt, késett. A szüleinknek és ennek a családi mentalitásnak köszönhetően jutottunk nagyon messzire tulajdonképpen. Köszöntök mindenkit a mai árnyékkormányülésen. Papír alapú naptárba írom a programjaimat. 1999-ig visszamenőleg. Megvan. Tudod, hogy kicsoda? Szerintem mindenki tudja ebben az országban. Ő Kövér László, az ellenzék nagy büntetője. Pintér Sándor belügyminiszter úr, igen. Én szerintem ő jó rendőr volt. Tehát a maga módján ő jó rendőr volt. Rossz tulajdonsága? Rendkívül rossz miniszter.